A gyerek nem tud harcolni. A gyereknek a léte nem arról szól, hogy kenyeret keressen. A szó átvités konkrét értelmében egyaránt. A gyereknek teremtettségénél fogva jussa van arra, hogy megkapja a kenyeret és a jó szót. A jó szó is kenyér értékű. És mondd, ha nem tudunk nekik kenyeret adni, akkor mit csináljunk? Mit csináljunk, hogy ne legyen ennyi éhező gyerek, vagy hogy egyáltalán ne legyen éhező gyerek? Valójában semmi másról nincsen szó, mint hogy mindaz, aki felnőtt, aki tud kenyeret keresni, kenyeret adni, az mindenkinek, akit elér, adjon kenyeret. Válogatás nélkül és feltétel nélkül. Ha az a felnőtt társadalom kialakul, spirituálisan érett vagy felelős emberek szabad közösségeképpen, ahol tűrhetetlen, elfogatlan szégyene annak a világnak, amelyben bárki éhezik, kiváltképp a gyermek, akkor elközelítünk ahhoz a világhoz, ahol tényleg nem fog senki éhezni, ahol elfogadhatatlan, hogy ne legyen kenyér. Azzal is segítheti a gyermekétkeztetési alapítványt, ha feliratkozik YouTube csatornánkra, megnyomja a tetszik gombot, vagy megosztja ezt a videót. Vagy mind a három egyszerre. Köszönöm szépen!